Én mindig ilyenkor érzékenyülök el, amikor hát eleve aranyfokozatú sörszállítóim valami, tudod, ilyen nászútszerű helyekről hoznak söröket. András eddig azt hiszem szlovák meg cseh kraftokat. Ő hozta azokat az alsópolcos, azt hiszem Brnóból a különböző cseh érdekességeket, és most egy baltikumi körutazáson vett részt kedvesével, ahonnan hogy nem hozott nekem, tudod, néha, mint hogy itt tartanám a gyertyát, a házasságban, szóval hozott söröket. Azt mondja, hogy kalandos volt, tehát a Baltikumban is ilyen skandináv jellegű nehezítések vannak, és hogy például ott is ilyen időablak van, van a halálos időablak, hogy beállsz a sorba a pénztárnál, és már nem emlékszem, hogy 6, 7 vagy 8 óra volt. Lényeg, hogy tudod, a pszichó, amikor egy jóra David Fincher, tudod, megrendezi, hogy már így ugrik a mutató, vagy ez még klasszikus Hitchcock, és hogy mondjuk 59-kor még vehetsz sört, egészkor már nem, és mondta, hogy egy néni állt előtte, és a néni előzékenyen előre engedte, mert észt lett, vagy Létván néni tudta, hogy mi van, és látta, hogy nála sörök vannak, és így még megvette nekem ezeket a söröket, amiket ezúton is köszönök. Baltikumi körutazás volt, ezért van benne észlet és litván is, elsősorban kraftok, de hozott egy ilyet, és mondom, jó, hát akkor már berakom a tesztbe, elnézését kérem mindenkinek, aki tud baltikumiul olvasni, hogy ez most Mespils, tökem tudja, a litván Carlsberg terméke, és a Carlsbergről azt kell tudni, hogy különböző nemzetiségi fiók vállalatoknál, ugye Magyarországon nem igazán van, azt hiszem, Carlsberg, hogy ha rákeresel a sörére, akkor oda-vissza a vállalati honlapra, tehát mint baltikumi vagy litván Carlsberg, és akkor ott az fog történni, mindenfélét találsz, de ezt a sört nem találtam meg. Tehát volt mindenféle, még Baltic Porter is volt, volt egy-két érdekes stílus, tehát azt hiszem Red Ale, meg szóval voltak érdekességek, hogy ez mi, ez a Mespils tradicionála is, hát a franc tudja, lehet, hogy egy Pils lesz, 5-1-es, Pruvet Slai Impregnatu Alus Minotaurus. Hát, Minotaurus, nem tudjuk. Szóval, majd kiderül, hogy Litvániában el tudom képzelni, hogy ezt azért, hogy csalódás volt azért ugye a... Én valahogy nagyon rég erről úgy emlékeztem, hogy Skandináviában jók a sörök, de szerintem arra csak azért emlékeztem, mert az akkori magyar makrókhoz képest jók voltak, és most meg már szerintem svédek, finnek is szarok. A nagy üzemek. Jó, még. Viszont a kraftok meg nagyon jók. Hát ebből ez a szénsavasság nem volt nagyon szép. A doboz az szép, tehát ez a fekete, mélyvörös, nem is tudom milyen árnyalat ez, meg belenem az az arany, azért gusztusos. Olyan eurolágeres. Na, ez a skandináv iskola. Ez a sok. Nekem sok az íz. Túl karamellás. Nekem keserű, sok keserű. És neked meg a keserű. Józsinak a keserű, sok, nekem az édes. Nem tudom, valahogy szerintem a mi ízlésünk is alakul, hogy mi is inkább a lazább. Mi is inkább a lazább. Lazábbat keresünk, vagy hát ha brutál, akkor meg legyen brutál, de ez olyan... Hát, de nem tudnék meg... ugye, Pablo mondta, a kolumbiai sörfőző mester, amikor végigitta a magyar nagyüzemélyeket, és azért tetszett neki a Dreher Gold, mert hogy szerinte egy makró láger lényege, hogy iható legyen, hogy vedelni akarsz egész este, ebből nem tudnék meginni még egy pohárral, nem kívánnám.
nem mondanám, hogy ki. Ez az a skandinávos. Nem. Na de, figyeld. Ezt egyből megismertem Pökjala. Erről már hallottam. Azt hittem, hogy finn egyébként, de nem. A Pökjala egy tallini észt cég, és állítólag, hát már nem tudom, a Google Translate, vagy mivel kerestem, hogy a Pökjala északi birodalmat jelent. A Pökjala legnagyobb baltikumi craft főzde, és ők voltak az elsők, akik a Red Beer-nek, vagy vala Antep-nek, nem tudom, a top 100-as listájára, a globálisan fölkerültek, úgyhogy biztos tök jó lesz, 4,5%-os Australian East Coast Style, Pacific Pale Ale, szóval nem is tudom, létezik-e ilyen a Australian East Coast, megnézem gyorsan az appban, hogy a BJCP appban benne van-e, nincs Australian East Coast, gondolom, hogy hiszen az ausztrál keleti part, nem tudom, Brisbane, mi van az ausztrál keleti parton, gondolom, hogy ausztrál komlós East Coast IPA lesz ez, ez a juicy, mit is írnak? Typical New World Hops, na várjál, akkor újvilági komlókkal, tehát akkor mi a franc? Egyébként a Pökjalának érdemes nézegetni a honlapját, nagyon megy ez a Nordic style, tehát erdő, neked tudod a bogyók, és hogy különböző ilyen boróka, füstölt dolgok, tehát hogy próbálnak olyan kis Nordic lenni, ami azért egy jó dolog. Az East Coast pedig, ugye, ez a, szerintem ez a hézipa akar lenni, ami olyasmi, mint a neipa előszobája. Ó, júj, ananász, mangó, igen. Talán ausztrál komlókkal. Ja, van nekik a Pökjalának, nem mondom, hogy hozzon nekem valaki, nem biztos, hogy meg szeretném kóstolni, van neki porcini porter, tehát a vargánya gombás. Tehát, hogy ezek a helyi hozzávalók, hát most mindenhol ez megy, és nem is hülyeség, szerintem is ez egy jó dolog, hogy legyenek helyi hozzávalók. Egyébként végignézegettem a főzdék honlapjét, és mindig ez van, tudod, hogy nincsenek nagy csodák, tehát nyilván a borászat is mindegy forma, de a sörészet, mert ha megnézed a honlapot, van egy ilyen modern, szép főzde, mindenki látott már főzőházat, meg erjesztő tartályokat, és ott van 5 szakállas fószer, 6 szakáll nélküli fószer, meg 2 csaj, tehát. De ezek ott éjszakon, oly, de nagyon, nagyon finom, nagyon kultúrált. Az van, képzeljétek el, az van, összerakom a szettet, és a macska már ül a kanapé tetejére, és várja a kutyát. De most felsírt, annyira jó a sör, hogy erre mindig. És most Józsira rávetette magát. Várja a kutyát, szegény, a Pavlovi reflex, ugye? A Pavlovi reflex beindult nála. Ez a Pökjala kurva jó. Kicsit olyan, mint a Pünikinnek a Pacific Pale-je, amit ugye a Lidl-ben lehet időnként kapni. De ez nyilván jobb, igen. Szóval ez egy sokkal nem... Kicsit az a stílus, de érezni rajta, hogy ez egy sokkal nemesebb anyag. Basszus, ez a Pökjala, ez. Szerintem volt ez Magyarországon is különböző ilyen sörfesztiválokon. Ez a tökéletes arányok. Friss, finom. Hát, jó, Pökjalát megvettük. Volt eddig egyszer a litván Carlsberg, volt egyszer az észt Pökjala, ugye az észtek vannak legközelebb a finnekhez, volt a múltkor az a remek finn krimi sorozat, néztük Diuskával, ahol szintén egy felügyelőnő volt, és szintén ott az észt maffiával kollaboráltak mindig ott a helsinki maffia, de ez most, hát nem tudom, ezt kerestem a BJCP appon, és Baltic Pale Ale szerintem az egy nem létező dolog, és az a Janis Brewing pedig egy Kaunasi litván vállalat, szintén ilyen erdei a honlap, a végtelen erdők, ők azt írják a honlapjukon, hogy ja, hogy alapvetően a litván tisztasági törvény, tehát víz,
komló maláta élesztő, de azért rakosgatnak bele ezt azt, de semmi olyat nem raknának bele, amit ők maguk nem ennének meg. De egyébként nem is tudom, milyen hozzávalót látunk, amit ne enne meg bármelyikünk. Tehát Csernicki bot is megnyalna a dél-pakisztáni bármilyen sót. Ja, és ez igen, Baltic Pale Ale. Ez milyen friss komló illat kicsapott belőle. Nautikis Pavasario Nocti Spring Night Adventure. Ja, ez lesz a, igen, a Session Range-ükből gyönyörű a doboz. És hogy ez, a, ez lesz az szerintem, amiben hárs, favirág és egy Baltic Pale Ale, várják, közben kitöltöm, hogy el tudjam olvasni a doboz. Új, de szép. Basszus, ez a pöhjala, ez nagyon jó volt. 4,5%, 15 IBU, Style Baltic Pale Ale, kendermaggal és Lindenflowers hársfa virággal. Hát a kendermag, az tök ízetlen. A múltkor vettem a Tesco-bot a magos részlegen a reggeli műzlibe, hát tudod, semmi, hát... jól néz ki. Pélél hársfa virággal. Hársfa virág? Ez kurva jó ötlet. Hiszen a hársfa tea egy finom dolog. Érdekes, hogy ennek bár a pöhjala is laza volt, és ez is laza, és ez se vizes, és ők is 4-4-es dobozba dobozolnak. Kendermag egy fasság szerintem, de a hársfa zseniális ötlet, a hársfa virág. Csoda, hogy ez magyar craftban volt már hársfa virág, hiszen annyira kézenfekvő lenne, olcsó, és ha jól kombinálsz, ad egy nagyon jó kis csavar, gyönyörű a sör, tehát annyira szép a színe, az átlátszósága, és igen, ez egy pale ale. Má, jók ezek a Baltic craftok. Nem merek belegondolni, András mennyit hagyott ezért abban a... Bár ott nem külön bolthálózatban árulják. Józsi bölcs mondása, hogy náluk is van, aki részegen tervez címkét. Még egy észt főzde. Szerintem valószínű van programozó a csapatban, mert ilyen csillék vannak, mintha bánya lenne, és a csillékre kell kattintani, hogy vagy-e már 18 éves, és mire eldöntött, hogy akkor melyikre is kattints, addig két ló, ilyen idiótán animált ló elszalad a háttérbe, szóval ajánlom a honlap megtekintését. Amúgy nem tudom, hogy ilyen vadnyugati stílust akarnak nyomni, tehát ez itt is itt van, ez a bánya, füstöl kémények, és van hozzá meg ilyen reklámszöveg is. Ugyanakkor néztem, hogy hol van a főzde, valahol a semmi közepén, a Finnöböl partján, Narvik alsó, tehát ez már szerintem az orosz határtól egy 100 kilométeren belül, de hát még a Street View-n is körülnéztem, hogy mi van ott, hogy ott hegyek, lószar, semmi, tök sík, nyírfák, gondolom, hogy kristálytiszta levegő, de hát nekik ez hiányzik, tudod, a meddőhányok világa. Na és ez a Megede Hail, nem tudom, az umlautot az észtek hogy használják, próbáltam lefordítani, és semmit nem adott ki rá a Google. Ha nektek kiadja, írjátok meg kommentbe, és iratkozzatok fel, mert még mindig csak valami 85 ezer feliratkozónál tartok, és kinéznek a homokozóba, kirögnek a gyerekek, hogy nekik több feliratkozójuk van. 4-9, ez egy California Common stílusú sör, ami létezik a BJCP-nél, és a kisüzemi, vagy hát a craftsör mozgalom egyik nagyon fontos tétele. Ugye az utóbbi egy-két hónapban California Common, szóval létezik egy ilyen sör stílus, ami régen is létezett San Francisco Bay Area. Mindenféle oka volt, hogy miért olyan amilyen, azt hiszem, hogy alacsony szénsav, tiszta, és ez stimmel is, hogy clear, és hogy ezt már akkor főzték Kaliforniában, amikor még nem volt nagy üzemi hűtés, és az is alakította a stílust, kicsit fás komlózás, és hogy az Anchor Brewery, amelyik, ugye ez is Kaliforniában van, hogy most volt, hogy bezárt, és már vészharangokat kongattak, hogy ó, kész a craftsör mozgalomnak bealkonyult, de hát valójában az Asahi, vagy valamelyik japán óriás megvette ezt az Anchor Brewery-t, és szerintem becsődöltette az idióta a menedzsment. Na nézzük a California Common-t.
Hát elsőre, nekem ez ilyen nagyon kenyeres, kekszes, fura, alacsony szénsav, nem kívánnék ilyet, bár még mindig inkább ilyet innék, mint Düsseldorfer Altbiert, de amennyiben ez a California Common, örülök, hogy megismerkedhettem a California Commonnal. Ja, és az az érdekes, hogy azt hiszem a BJCP azt írja, hogy ebben nem rakunk modern komlókat, ebben klasszikus komlókat rakunk, azzal együtt ebben Columbus és Chinook van, amik szerintem modern komlók. Szép a sör, tehát így külalakra tetszik. Örülök, hogy Észtországból kaptam egy California Commont, de gyakorlatilag nincs is benne széndioxid. Vagy szóval nagyon kevés. Nem rossz, ez biztos, hogy egy jó sör, csak én inkább másokat innék. California Common. Nyilván a magyar kraftok is ismerik a ittak már ilyen stílust, és nem véletlen nem főzik. Szintén észt, öt feles, egy tartui sörfőzde, holnapján szintén pár szakállas és pár szakálmentes csóka. Egy hazy pale ale, vagy juicy IPA, juicy and tasteful light beer with tropical hops, öt fél, és amikor rágoogliztam, hogy palmiszár, azt hittem, hogy majd valami érdekes. Ugye ez juicy volt már, ami kijött belőle. Oh! Igen, egy kellemesen, nejpásan juicy. Ugye ez elég juicy. Juicy, de nem annyira hoppy. Várja, egy vízcsepp, pálmák, Andersons. De nem tűnik annyira hoppinak. És ahhoz képest, hogy elvileg egy IPA, vagy hát egy pélél, ahhoz képest a habja se egy nagy szám. A végén van egy nagyon érdekes olyan műaroma-szerű, ilyen, mintha a végén meghintették volna így a főzőházat valami moninsziruppal, vagy valami, de lehet, hogy a komlók. Valami kinyírja a habot. Akkor lehet, hogy ízhiba. Akkor lehet, hogy egy elkúrás. Ez az Andersons annyira nem. Ugyanakkor viszont ez a... Ó, basszus, mi a Black Current? Az a... Az az áfonya? Áfonyás Brute Ale. Hát nem merném a Brewery nevének kiejtésébe azért nem bonyolódnék bele. Fekete ribizlis Brute Ale, ami egy kicsit már pezsgőszerűen szénsavas. Tehát ez is egy létező stílus. Viszont már IBU 23.7%-os. Nyilván nekik is megvannak a maguk ilyen kiáltványa, hogy mennyire fontos a jó sör, stb. És ez a Szakiske, ez a falunak a neve, amelyik ott van valahol, nem is tudom, Vilnius alsón, ó, egy bőkezűen dobozolt sör. Náluk van egy büszke híra. Az ő honlapjukon láttam, hogy ó, és elkezdtünk dobozolni. Ez jó savanyú. Ó, és tényleg, brut, és áttetsző, szakiskes. Ja, igen, ez valami Vilnius külső, de nagyon szép. Ó, fekete ribizlis. Ritkán van fekete ribizlis sör. A hársfa, a hársfát ajánlanám a magyar sörfőző eltársaknak, és tényleg a fekete és a piros, mindenféle ribizli szerintem. Ubasz. Én nem, ó, savanyú, mint az állat, és áll rajta a hab. Itt nem is tudom, láttam-e már ennyire stabil habbal rendelkező savanyú sört. Szóval, ez... A macska, jelentem, kutya híján elképzelt ellenfelekkel kergetőzik. Fölugrik néha a kanapé oldalára, aztán le. Gyilkosan savanyú, nagyon finoman fekete ribizlis. Leállították itt az erjedés, hogy mi történt? Brut ale with blackcurrant berries és aronia juice. Ó, pezsgőélesztővel.
azzal együtt nem pezseg. Tehát nem érzem azt a... Nem érzem a nagy pezsgést, viszont kurva jó a savanyúság és az egész külalak, tehát az átlátszóság. Ezt a Mad Scientist mém megküldeni azzal a trutymójával, amivel a mídeket csinálják. Vagy nem, hülyeség, nem, a bregot. Van szerintem a Mad Scientistnél az a bregot tenyészet, szerintem az ebbe illene. Tehát a Mad Scientist Mad Marci nem nézi a kisüzemi hírmondot, hogy utána ne legyen rossz viszony Szilárddal és velem, de aki hallja, adja át, hogy szerintem ezzel kollabolhatnának egyet. Vagy kollab nélkül csinálnak egy ilyen fekete ribizlés aróniás bregotot, mert ez is nagyon jó, de ez még azzal az idióta politúros, meg van az a bregotjuknak az a politúros szörnyű íze, azzal még jobb lenne. Basszus, és így áll a hab egy savanyú sörön, figyelj, ez 10-ből 10. Megállapíthatjuk, hogy nagyüzem kulturálisan, hát most felületes élményeink alapján Skandináviához tartozik, a Baltikum kraftilag pedig szintén a skandinávokhoz, mert a skandinávoknál jók a kraftok.